Szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, és nagy örömömre szolgál, hogy a 8. létkérdés konferencián a meditáció témában tarthatok önöknek egy előadást. Konkrét témám már elhangzott, ugye a test és a meditáció, illetve hogy ezek hogyan kapcsolódnak egymáshoz a védikus hagyományok mozgás és táplálkozás kultúrája alapján. Először szeretném az alapvető fogalmakat tisztázni az előadásomban, bár dr. Tóth Soma László előadásán erről már hallottak, de akkor néhány akár konkrét példával is szeretnék ezek megértésében segíteni. Az első alapfogalmam tehát a test. A védikus hagyományok alapján a test két részből áll, ahogyan ezen a dián is láthatják, a durva fizikai test és a finom fizikai test. A durva fizikai testet durva fizikai elemek alkotják, a föld, a víz, a tűz, a levegő és az éter, és ezek kombinációjából jön létre az az anyagi teste az élőlényeknek, amely durva fizikai testet tapasztaljuk, amellyel elsősorban megteremtjük a kapcsolatot a külvilággal, és amellyel általában azonosítjuk magunkat. A finom fizikai testünk ezzel ellentétben már finomabb elemekből épül fel, de ezek az elemek még mindig anyagiak. A finom fizikai testet alkotja az elme, az intelligencia és a hamis ego. Az elme feladata az, hogy az érzéktárgyak felől érkező benyomásokat próbálja megrögzíteni, az intelligencia pedig, amelyet másképpen megkülönböztető képességnek is nevezünk, azt a feladatot kapta, hogy az elmébe érkező érzéktárgyak által közvetített benyomásokat megpróbálja szelektálni. Próbálok erre egy érzékletes példát találni. Velem elő szokott fordulni, hogy farkaséhes vagyok. Nem egyszerűen éhes, hanem úgy érzem, hogyha azonnal nem jutok valamihez, akkor vége van mindennek, mert hogy nem sikerült mondjuk beiktatnom a reggelit az ebéd előtt. Éppen ezért, amikor elsétálok a kedvenc cukrászdám mellett, meghallom a kiszűrődő, kellemes beszélgetést, megérzem a kellemes illatokat, és meglátom a kedvenc süteményeimet, akkor az első indítatásom az az, hogy azonnal bemenjek, és lehetőleg minél rövidebb idő alatt, minél több finomságot tömjek magamba. Az intelligencia, ha működik, akkor az történik, hogy nem fogok rövid idő alatt rengeteg süteményt magamba habzsolni, hanem kiválasztok egyet-kettőt, és megvárom, hogy az ebéd után fogyaszthassam ezt el. Az intelligenciám tehát, ha működik, akkor ezekben a választásokban segít. A harmadik része a finom fizikai testnek a hamis ego. Ennek a jelzőjéből is kiderül, hogy téves önazonosítást jelöl, mégis ebbe a téves önazonosításban mindennapjaink során nagyon is el tudunk veszni. Én például most nagyon azonosítom magam azzal, hogy a 8. létkérdés konferencián előadást tartok önöknek, mint egy 33 éves jógaoktató a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskoláról. Ennek megfelelően remeg a hangom, és izgulok, és szeretnék önöknek minél több érdekes információt átadni. Ahogyan a dián is látható, és konkrétan nem tartozik hozzá a... Köszönöm, most nem veszem fel a telefonomat, azt hiszem. Tehát ahogyan a dián is látható, a durva fizikai testen és a finom fizikai testen kívül van egy nagyon-nagyon fontos összetevő. Ez már nem anyagi. Ez a lélek. És ennek a léleknek, az igazi önvalónak a megismerése a célja a meditációnak, amely a következő fontos fogalmam. A meditáció, amint az már az előző előadáson is elhangzott, technikailag az elme egy pontra való rögzítését jelenti. És ennek az egy pontnak, fókusznak a vizsgálata azt tűzi ki célul, hogy megteremtsük az elme csendjét, és egyfajta belső béke állapotát. És hogyha ezt a belső békét meg tudjuk teremteni, akkor ez a nyugalom és egyfajta boldogság tapasztalható. Miből fakad az boldogságra való vágyunk? Ahogy már az előző előadáson ez is elhangzott, ez a lélek tulajdonságai miatt van így. Hiszen a lelket jellemzi a Sat Chit Ananda Vigraha, az örök boldogság, tudás állapota. Az örök lét
és a boldogság, amelyet mindannyian, még ebbe a durva fizikai testbe zárva is folyamatosan keresünk. A meditáció segítségével, amely ugye két módon is megvalósulhat, illetve több módon is, de hogyha azt nézzük, akkor lehet egy anyagi fókusza, és lehet, hogy a figyelmünket a meditáció segítségével a transzcendens felé irányítjuk. És hogyha transzcendens a meditációnk témája, akkor tudjuk megismerni valódi természetünket, és akkor tudunk elindulni azon az úton, amely megismertet minket az Istennel, a felsőbbel és az abszolúttal való kapcsolatunkkal is. Nézzük meg, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz a test különböző részei és a lélek. Engedjenek meg, egy idézetet szeretnék felolvasni ezzel kapcsolatban. A cselekvő érzékszervek magasabb rendűek a tompa anyagnál, az elme az érzékeknél, az értelem, azaz az intelligencia az elménél, de ő, a lélek, még az értelemnél is magasabb rendű. Ahogyan ezt az idézetet újraolvassuk, megpróbáljuk értelmezni, és megnézzük a hozzá kapcsolódó képet, láthatjuk, hogy a test cselekedete ugyan az érzékek működésével jár együtt, de hogyha még az érzékeket meg is próbáljuk leállítani, akkor még az elme működése nem szűnik meg. Az elme nem került tétlen állapotba. Az értelem döntése azonban felette áll az elmének, afölött pedig a lélek áll. Minden probléma megoldása így az lehet, hogyha a lélek eredeti helyzetét közvetlenül megértjük. Szemléljük egy kicsit akkor ezt a képet, amelynek a lovai, szintén visszautalok itt az előző előadásra, amelynek a lovai 5 különböző irányba szeretnének haladni. Ezek a lovak az érzékszervek. A lovakat összefogó gyeplő, az az elme, amely ugye az érzékszervek felől érkező benyomásokat gyűjti össze, és a lovas, az irányító pedig az intelligencia. És az a rémült utas pedig, az, aki a szekéren ül, ő a lélek, hiszen a rengeteg benyomásból ő sem tudja, hogy mit válasszon, viszont a megkülönböztető képesség az intelligencia fejlesztésével egyre nyugodtabb és magabiztosabb lesz a lélek helyzete is. Visszakanyarodnék konkrétan az előadásom témájából a transzcendens felől az anyag felé, a test és a meditáció kapcsolatát most azon keresztül szeretném megvizsgálni, hogy milyen konkrétan a fizikai testre való pozitív hatásai vannak a meditációnak. Ezek a fiziológiai hatások már egy akár 10 vagy akár 30 percen keresztül tartó meditáció során is tapasztalhatóak. A meditáció megkönnyíti a szív munkáját. Miért? Mert a meditatív állapot a belső béke megteremtésével lassabban ver a szív. Így kevésbé megterhelő tehát a szív munkájának. A következő rész az az, hogy javulnak a szív és érrendszeri funkciók, persze ez összefüggésben van az előzővel is, és ehhez kapcsolódóan az érrendszeri funkcióknak a javulásával csökken a jókeringés biztosítása miatt a koleszterin szint, igen, puskáznom kellett. A meditáció segítség az asztmásoknak is, hiszen jobb légáramlást tesz lehetővé a tüdőben. Minek köszönhető ez a jobb légáramlás? Annak, hogy a meditáció során a légzésünk is nyugodtabbá és kiegyensúlyozottabbá válik. És ez a nyugodt és kiegyensúlyozott, tudatos légzés teszi lehetővé a jobb keringés kialakulását. A következő pozitív hatás, hogy csökken a testben a kortizol szintje. A kortizol egy olyan szteroid hormon, amit az emberi mellékvese választ ki, és ez az a hormon, amely a stressz helyzet kialakulásakor termelődik a szervezetben. Viszont ennek a hormonnak a termelődésével a testben egy olyan minden energiát felhasználó vészreakció lép életbe, ami rövid időn belül kiüríti a test energiatartalékait. És a meditáció során ez a kortizol szint csökken, és a testnek az energiafelhasználása, ez a vésztartalékokból történő energiafelhasználása is csökken. Ami viszont nő, az az úgynevezett DHEA hormon szint, amelyet a legújabb kutatások mintegy fiatalító hormon neveznek.
Ez az a hormon, amelynek a szintjének a csökkenése körülbelül 25 éves korunkban kezdődik meg. Ugye születésünkkor a legmagasabb a DHEA hormon szintje, és aztán, amikor már elérjük a 60 vagy akár a 70 éves kort, akkor ez a szint körülbelül 10%-a a születési szintnek. Ez az a hormon, ami befolyásolja az öregedésnek a látható fizikai jeleit, tehát a meditáció során, hogyha ez a hormon szint növekszik, akkor a fizikai testre való hatása is, tehát a fizikai testre úgy hat, hogy kevésbé láthatóak ezek a jelek. Ami még betudható pozitívunként, az az, hogy csökken a szabad gyökök száma, az instabil oxigén molekulák számának csökkenésével, és ez is összefüggésben van egyrészt a stressz kialakulásával, másrészt pedig azzal, hogy hogyan láthatóak az öregedés jelei a testen. Ami nem szerepel itt a dián, de mindenképpen fontos róla beszélnünk, hiszen akár civilizációs betegségnek is nevezhetjük azt, hogy hogyan tudunk aludni a mindennapjaink során. Persze az alvás az a test fizikai állapotával is nagyon összefüggésben van, tehát hogy az izmaink milyen állapotban vannak, erre majd rátérek az előadásom mozgáskultúrával foglalkozó részében. Itt azonban azt szeretném megjegyezni, hogy a meditatív, nyugodt állapot az lehetővé teszi, hogy nyugodt és pihentető legyen az alvásunk. Erről azt gondolom, hogy mindannyiuknak van tapasztalata, milyen érzés az, amikor csak pár órát izzadva, vergődve tudunk aludni, a mindennapi gondjaink foglalkoztatnak bennünket, vagy milyen az, amikor lehajtjuk a párnára a fejünket, abban a pillanatban el is tudunk aludni, és ez az alvás nagyon is nyugodt, pihentető és kellemes számunkra. Szeretnék néhány gyakorlati tanáccsal segíteni azoknak, akik még nem indultak el a meditáció útján, de mondjuk ezek a kellemes hatások már elég inspirálóak voltak számukra ahhoz, hogy ez megtörténjen, és eldöntötték magukban, hogy ez a meditáció bizony egy nagyon hasznos időtöltés, és akkor ezt a hasznos időtöltést szeretnék beilleszteni a mindennapjaikba. Az első gyakorlati tanácsom a meditáció elkezdéséhez az a rendszeresség. A rendszerességet persze lehetett volna egy másik kifejezéssel is helyettesíteni, de nem biztos, hogy pont ugyanazt jelentette volna, én mégis szeretném elmondani, ez a tudatosság. Legyünk meggyőződve arról, hogy az, amit szeretnénk a mindennapjainkba beiktatni, valóban hasznos, és döntsük el azt is, hogy mit szeretnénk elérni a segítségével. A meditáció rendszeressége egyrészt a testnek ad egyfajta ritmust, és az elmének egy kapaszkodót, és ezzel nem csak a meditáció, hanem bármely más tevékenységünk is a mindennapok során sokkal hatékonyabbá válik. A következő pont az időpont, amelyre a védikus hagyományok nagyon is korai időpontot javasolnak. Ehhez is fel szeretnék olvasni önöknek egy idézetet. Azt a kora reggeli időszakot, amely másfél órával napkelte előtt kezdődik, Bráma muhurtának nevezik. A Bráma muhurta idején ajánlatos lelki cselekedeteket végezni. A lelki cselekedeteknek nagyobb hatása van, ha kora reggel végezzük őket, mintha a nap bármelyik más szakában végeznénk. Miért van ez így? Nem tudom, önöknek sikerült-e már úgy felkelni, hogy éppen még a nap is felkelőben volt. Sikerült-e kinyitni az ablakot, kinézni, és tapasztalni azt a nyugalmat, és azt a csendet, ami ilyenkor átjárja az egész világot, és átjárja akár a bensőnket is. Hiszen ilyenkor még, főleg akkor, hogyha pihentető volt az alvásunk, még tisztább a tudatunk, hiszen nem érte annyi benyomás a külvilág felé, és tisztább az éter, tisztább az a finom közeg, amely körbevesz minket. Éppen ezért ez az időszak a legalkalmasabb a meditáció végzésére. És hogy senkit ne hagyjak kétségbe, mit jelent a kora reggeli óra, ez valóban évszaktól függően a napkelte előtti időszakot jelenti. Még egy dolgot szeretnék hozzátenni ehhez a kora reggeli időponthoz, és egy olyan fogalmat behozni, amely majd a táplálkozás kultúra során, amikor erről beszélünk is, egy fontos pontot fog kapni, ez pedig a tisztaság. Lényeges ugyanis,
hogy a kora reggeli órák mellett a meditációt, hogyha már tiszta tudattal és a körülöttünk lévő tiszta ételrel tudjuk elkezdeni, akkor tiszta testtel tegyük meg. Ennek van egy durva fizikai és egy finom fizikai testre vonatkozó hatása is. A durva fizikai testet ugyanis megszabadítjuk azoktól a méreganyagoktól, amelyet az éjszaka során kiválasztott. Ezek a méreganyagok ugye kiválasztódnak a bőrünkön keresztül, de kiválasztódnak a nyálkahártyákon keresztül, tehát ajánlatos mindent megtisztítani, és akkor ezzel is erősíteni magunkat abban, hogy ne kelljen a durva fizikai testtel foglalkozni, és olyan meditációban el tudjunk mélyülni. A következő gyakorlati tanács az a rendszeresség mellett az időtartam. Persze mindenkinek, főleg akkor, hogyha kezdő, akkor nem rögtön azt javasoljuk, hogy 2-3 órán keresztül mélyedjen bele a meditáció folyamatában. Ha valakinek ez működik, akkor az egy nagyon szerencsés alkat. De mind a testi, mind pedig az elmebeli működéseink nagy akadályok ebben az időtartam betartásban. Úgyhogy először csak azt javasoljuk, hogy kezdjük 10 perccel, aztán folytassuk akár 20 perccel, jussunk el a fél óráig, és ezt az időtartamot, a rendszerességet betartva, fokozatosan próbáljuk meg növelni. És a fokozatosság növelésével tudunk eljutni odáig, hogy akár 1-2 órán keresztül is fent tudjuk tartani a fókuszt, fent tudjuk tartani akár a meditatív állapotot is, az, hogy minek a segítségével, anyagi vagy transzcendentális tárgyal, azt mi tudjuk eldönteni, de az fontos megjegyeznem, hogy az elmének a hosszú távú figyelmét a transzcendens tudja lekötni. A következő gyakorlati tanács az a helyszín. Ennél szemléletesebb diát nem találhattam volna, bár hogyha őszinte vagyok, akkor el kell mondanom, hogy én sem ezen a helyszínen, vagy ilyen helyszínen tudom végezni mindig a meditáció folyamatát. Ám azt azért mindannyian tudjuk, és érezzük is, hogy a körülöttünk lévő hely és helyszín nagyon is befolyásolja azt, hogy hogyan érezzük magunkat. Így tehát, amit próbáljunk megvalósítani a hétköznapok során, hogyha ez nem mindig egy nyugodt, csendes és napsütötte kert, ahol a meditációt tudjuk végezni, hogy legyen a helyszínünk egy nagyon nyugodt hely. Lehetőleg ne a család által leggyakrabban látogatott helyszínt próbáljuk meg kiválasztani a meditációs saroknak, és ez a meditációs helyszín legyen jól szellőző, tehát ne legyen hamar befülledő, jussunk levegőhöz, és legyen tiszta. A tisztaság fogalma itt is megjelenik, amit mondom, majd részletesen fogok elmondani a táplálkozás kultúránál. A következő gyakorlati tanács az a testhelyzet. Nem fogok senkit megkérni, hogy vegye föl a dián látható testhelyzetet, nyugodtan maradjanak a széken ülve, még akkor is, hogyha később megpróbálkozunk a relaxáció folyamatát tapasztalni. Viszont amit javasolnak a védikus hagyományok a meditáció végzéséhez, az a stabil ülőhelyzet. Ehhez is egy idézetem kapcsolódik. A gyána, azaz a meditációs jóga gyakorlásához az embernek egy magányos helyre kell vonulnia. Terítsen kusaszénát a földre, azt pedig takarja le őszbőrrel és egy puha ruhadarabbal. Az ülés ne legyen se túl magas, se túl alacsony, és szent helyen álljon. Ezután a jógi vegyen fel rajta egy szilárd ülőhelyzetet, és gyakorolja a jógát, hogy elméje, érzékei és cselekedetei szabályozásával, valamint az elme egy pontra rögzítésével megtisztítsa a szívét. Őszinte leszek. Ezek közül a pontok közül is én általában a szilárd ülőhelyzet felvételét tudom gyakorolni. Nincs otthon sem kusaszénám, sem pedig őszbőröm a gyakorláshoz. De az is a fontos, hogy itt a szilárd ülőhelyzetet tudjuk megvalósítani. És ahhoz, hogy ez létre tudjon jönni, áttérnék az előadásomnak a következő pontjára, amely a mozgáskultúrával foglalkozik. A mozgáskultúra a védikus hagyományokban elsősorban a jóga ászanákat jelöli. A jelenlévők természetesen mindig kivételek ez alól, de én jógaoktatóként már számtalan olyan kérdéssel és megjegyzéssel találkoztam, hogyha valakit megkérdeztem, hogy mi a jóga, akkor azt mondta nekem, hogy a jóga az olyan testhelyzeteket jelent, amikor lehetetlen pózba csavarodva ülünk,
fekszünk egy jóga szőnyegen, esetleg alszunk egy jót, de minden esetre a jóga valami olyasmi, ami neki semmiképpen nem való. A jóga ezzel szemben, ahogy már az előző előadáson is elhangzott, kapcsolatot jelent. Kapcsolatot jelent az abszolúttal és Istennel. Ha visszatérünk azonban a gyakorlati aspektusára, a mozgáskultúrára és az ászanákra, akkor jogosan merül fel a kérdés, miért fontos az ászanákról beszélnünk a meditáció kapcsán. Pontosan azért, hogy az a szilárd ülőhelyzet létre tudjon jönni, amely szilárd ülőhelyzet azért fontos, hogy a meditáció fókusza létre tudjon jönni. Ha most megkérném önöket, hogy tegyünk egy kísérletet, amelyet nem fogok megtenni az idő szűke miatt, hogy próbáljuk meg milyen hosszabb ideig kitartani azt, hogy összegörnyedve, akár lábainkat felhúzva ülünk, a fejünket előrehajtjuk, vagy mondjuk lefekszünk a földre, vagy pedig próbáljuk ki azt, hogy stabil medencéből kiindul a fejtetőn keresztül nyújtózva tartjuk magunkat, és puhán egyenletesen lélegzünk, melyik az, amelyik segítségével hosszabb ideig fent tudjuk tartani a figyelmet. Elárulom a megoldást, az utolsó, az utóbbi az, tehát hogyha nyugodt, egyenletes légzés mellett egyenesen ülünk, kitárva a mellkas, látom mindenki kicsit ilyenkor széttárja a mellkasát, és kicsit fentebb próbál megnyújtózni. Ez az, ami lehetőséget ad számunkra ahhoz, hogy a létfontosságú szerveink megfelelőképpen működjenek, és hogy ne csak a fizikai test állapotával kelljen foglalkoznunk. Az egy másik dolog, hogy az elme késztetéseivel ugyanúgy meg kell küzdenünk, hiszen egy ilyen szilárd ülőhelyzet felvételénél, még ha stabilis, az elme is küldi a kis impulzusokat, mely szerint itt viszket, ott viszket, vagy itt fáj és ott fáj. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban is van már a jelenlévőknek tapasztalatuk. Az ászanákról konkrétan beszélve, ha különböző jóga gyakorlatokat, ászanákat végzünk, akkor lesz lehetősége a testünknek ennek a szilárd testhelyzetnek a felvételére. Vannak olyan gyakorlatok, amelyek a csípőnyitását, a végtagok lazítását, és vannak olyanok, amelyek a törzs izomzatának fejlesztését tűzik ki célul, és ezek azok a gyakorlatok, amelyek előszobái lehetnek ennek a szilárd testhelyzetnek a felvételére. Ezen a dián is látható, hogy milyen széles körű a jóga ászanáknak, a gyakorlatoknak a skálája, és mindenki a saját testi állapotának, saját rugalmasságának és a saját elhatározásának a mértékében tudja ezeket az ászanákat gyakorolni. Nagyon fontos, hogy ne veszítsük el a fókuszt az ászanák gyakorlása közben. Úgy értem, hogy ha tudatosak vagyunk arról, hogy ezeket az ászanákat azért gyakoroljuk, hogy a testi egészségünket fenntartsuk, és lehetővé tegyünk magunk számára egy egészséges fizikai testet, ami a terepe lehet annak, egy eszköze lehet majd annak, kiinduló pontja lehet annak, hogy a meditációt gyakoroljuk, és törekedjünk arra, hogy ne veszítsük el az egyensúlyt a fizikai test fejlesztése és az önmagunkra való figyelés között. Az ászanák úgy is tudnak segíteni a meditációban, hogy az egészség fenntartása, a testi működések ismerete és azok kontrollja mellett a gyakorló el tud indulni a szellemi egyensúly és béke megteremtése, így a lélek megismerése felé. Hiszen az ászanák felvétele, kitartása és lebontása alatti figyelem és összpontosítás, bár először nagyon is testi szinten valósul meg, egy idő után lehetetlen az elme fegyelmezése nélkül. Így az ászanázás megteremti a meditációnak a fizikai alapjait. És az ászanázás mellett fontos, hogy beszéljek arról is, hogy a pránájáma gyakorlatok hogyan segítenek nekünk a meditációban. A pránájáma, azaz a légző gyakorlatok elengedhetetlenek, mint a mozgáskultúra része is, hiszen a mozgás lehetetlen a nyugodt és harmonikus légzés nélkül. A pránájáma vagy légző gyakorlatok arra szolgálnak, hogy a pránát, ezt a finom, mindent átható kozmikus energiát áramoltassák, illetve szabályozzák a testen belül. A pránájáma gyakorlatok közül két olyan légzésről szeretnék röviden beszélni önöknek, amely közvetlenül is hozzájárul ahhoz, hogy az elménk nyugodt legyen, és közvetlenül hozzájárul így ahhoz is, hogy az elme fókusza létre tudjon jönni, tehát előszobája szintén a meditációnak.
Az első, amit a dián is láthatnak, ez a nádi sódana, vagy váltott orlukas légzés. Az első ábrán azt a légzőgyakorlathoz tartozó kéztartást, vagy mudrát láthatják, amelyet Visnu mudrának, Visnu kéztartásnak is nevezünk, és ennek segítségével tudjuk szabályozni a ki- és beáramló levegőt a jobb és a bal orlukon keresztül. Szeretnék egy pár szót mondani a légzőgyakorlat nevének jelentéséről. A nádi az csatornát jelent. Ezen a csatornán keresztül áramlik az a prána, a mindent átható finom energia, amelynek a szabályozására szolgálnak a pránájám a gyakorlatok. A sódana pedig tisztítást jelent. A nádi sódana segítségével tehát azok a finom energiapályák tisztulnak meg, amelyen a prána áramlik. És a közvetlen hatásai a nádi sódanának az energiapályák megtisztítása mellett, hogy serkenti az agy működését, de ez nem azt jelenti, hogy akkor az elme kezd el áramlani és hullámzani, hanem hogy sokkal fókuszáltabbak tudunk lenni, és az idegrendszert is nyugtatja. A másik relaxációt és közvetlenül ezután a meditációt támogató légzésünk a brahmári légzés, vagy méhecske légzés. Az elnevezés is a méhre utal, egy olyan méhre, amelynek a zümmögése ezt a meditatív állapotot elő tudja segíteni. De igazából nem is közvetlenül erről a méhről van szó, hanem arról, hogy a légzőgyakorlat során a pránájám a gyakorlatot végző egy M hangot zenget. Itt is, ahogyan a képen láthatják, egy kéztartás vagy mudra tartozik hozzá. Ezzel a kéztartással vagy a fülünket fogjuk be, vagy van olyan típusa is a kéztartásnak, amikor nem csak a fület, hanem a szemet és az orrjáratokat is lezárjuk. És ezzel fokozzuk a befelé figyelést, a koncentrációt. És ezt az M hangot zengetve, egész koponyánkban zengetve ezt a hangot, megteremtjük ezt a meditatív állapotot. Kutatások bizonyították, hogy ezt a brahmári légzést, persze a mudrát nem alkalmazva, a hétköznapok során öntudatlanul a kisgyermekek és a kismamák a vajudás során alkalmazzák. A kisgyerekek ezt a brahmári légzést, akár egy előre-hátra dőlöngéssel kiegészítve, akkor alkalmazzák, amikor egy dologra nagyon szeretnének koncentrálni, vagy pedig akkor, ha egy körülöttük lévő test stressz helyzetet szeretnének kizárni az elméjükből. A kismamáknak pedig a vajudás során a brahmári légzés, ez az M hangzengetés, az egész testet átzengető befelé figyelés segít megteremteni a kapcsolatot az éppen világra jövő gyermekkel, és segít nekik abban is, hogy ki tudják zárni a külvilágot, így minden energiát a szülés folyamatára tudjanak irányítani. Ennyit szerettem volna elmondani röviden a mozgáskultúráról, és most megragadnám a lehetőséget, hogy áttérjek az előadásom azon részére, amely a táplálkozás kultúrával foglalkozik. A védikus táplálkozási kultúra, remélem, hogy ezzel a képpel még nem érzik a késztetést, hogy azonnal kirohanjanak a büfébe és minden finomságot megkóstoljanak. Nem hiszem, hogy ennyi fogással készültek, mint amennyi éppen itt a dián látható, de biztos mindenki megelégedésére szolgál majd. Ez a kép azt hivatott bemutatni, hogy a védikus hagyományoknak a legfontosabb táplálkozás kultúrához tartozó aspektusa az az Istennek felajánlott étel. Vagy hogyha szanszkritül szeretnénk mondani, akkor a praszádam. És itt jön be a kulturális aspektusnak azon része, amely a hála, az, hogy semmit nem a hozzánk tartozóként élünk meg, hanem mindent ajándéknak tekintünk, amit kapunk, és elsősorban ezeket az ajándékokat, legyen szó akár az ételről is, visszaajánljuk Istennek, megköszönjük neki, és ezzel a hála telt felajánlással utána fogyasztjuk el. És ez már egy nagyon fontos rész, ami a táplálkozási kultúra része. Nézzük azonban meg azt, hogy ennek a táplálkozás kultúrának milyen a durva fizikai testre vonatkozó hatása is vannak. Az első ilyen lépés
a földön ülve történő étkezés. Nem feltétlenül jelenti ez azt, hogy a táplálék is a földre kerül, de minden esetre azt igen, hogyha megvalósítható, akkor a földön ülve, akár keresztezett lábbal történjen meg az étkezés. Ezt a védikus kultúra azért tekinti kedvezőnek, azért javasolja, mert ebben a pozícióban nem tudunk túl sokat enni. Egy kicsit előre kell hajolni, és akkor megfelelő nyomást gyakorolunk a gyomor részre. Míg hogyha egy széken ülünk, egy asztalnál, ami magasabban van, akkor bőven van lehetőségünk arra, hogy túlegyük magunkat. Nagyon hangsúlyozza a védikus hagyomány az, hogy törekedjünk a friss és meleg étel fogyasztására, amelyet, hogyha a durva fizikai testet tekintjük, azért fontos, mert a friss, meleg ételnek van a legmagasabb prána tartalma, és így a legnagyobb energiával látja el a testünket. Fontos a megfelelő mennyiségű folyadéknak a fogyasztása, nem közvetlenül természetesen az étkezés alatt, hanem a mindennapjaink során, hiszen a megfelelő jó minőségű folyadék, ami a védikus hagyományban elsősorban a tiszta vizet jelenti, látom ezzel is sarkalok néhányakat, hogy egy pár kortyot elfogyasszanak ebből a vízből, nyugodtan tegyék meg. Tehát a megfelelő folyadék fogyasztása teszi lehetővé az emésztés megfelelő működését. Ha közvetlenül az étkezéshez kapcsoljuk, akkor a védikus hagyományok javaslata az, hogy az étkezés előtt próbáljunk meg inni, és mindig testmeleg folyadékot fogyasszunk, se túl hideg, se túl meleg ne legyen, de az étkezés után várjunk legalább egy fél órát azért, hogy az emésztő nedveket ne oldjuk föl, ne hígítsuk. A következő táplálkozási kultúrához tartozó aspektus az a mennyiség. Itt viszont kérek mindenkit egy nagyon rövid kis együttműködésre. Kérem, hogy lazán szorítsák ökölbe a kezeiket, és a két öklüket helyezzék el egymás mellé. Ez az a mennyiség, amelyet egy főétkezés alkalmával elfogyaszthatunk. És akkor mindenki fel tudja mérni, ez ugye mindenkinek az ökle a saját testarányhoz kapcsolódik, hogy ennyi az a mennyiség, amelyet egy alkalommal elfogyasztok. Nem kameráztuk be a büfét, tehát nem fogjuk tudni ellenőrizni, hogy ezt a mennyiséget fogják-e elfogyasztani az előadások közti szünetekben. De még itt is szeretném megjegyezni, hogy ezt a mennyiséget, tehát a gyomrunknak a tartalmát, hogyan töltjük ki. A védikus táplálkozás kultúra hagyománya azt javasolja, hogy itt is a fele legyen szilárd étel, az egynegyed legyen a meleg. Itt mondjuk italt, de mondjuk arra gondolok, hogy ilyen folyékony táplálék, és az egynegyede pedig maradjon üresen. Mégpedig azért, hogy az emésztés során felszabaduló gázoknak legyen helye. Szerintem mindannyiunknak van arról is tapasztalata, hogyha ezeknek az emésztés során felszabaduló gázoknak nem hagyunk teret, akkor mi történik? Ilyenkor van puffadás, nehézségérzet, teltségérzet a testben. Amit már a meditációnál is említettem, a rendszeresség itt is nagyon-nagyon fontos. A rendszeresség és tudatosság az étkezésben. A joga hagyományok azt javasolják, hogy ugye, ha valaki szeretne a meditációval foglalkozni, jogi szeretne lenni, akkor legyen az alvása és az evése szabályozott és rendszeres. És itt is el tudunk azon gondolkozni, hogy csak ezt az egyszerű tanácsot meg tudjuk-e valósítani az életünkben. Meg tudjuk-e azt tenni, hogy minden egyes nap ugyanabban az időpontban fekszünk le, ugyanabban az időpontban kelünk, és minden étkezésünket ugyanabban az időpontban fogyasztjuk el. Nem is hagyok időt arra, hogy ezt végig gondoljuk, szerintem mindenki gyorsan és röviden le tudta vonni a konzekvenciát. Ez azonban egy alapvetés ahhoz, hogy a táplálkozás az ne csak azt szolgálja, hogy energiával lássuk el a testünket, hanem legyen benne tudatosság. És ez a tudatosság az, ami a testnek egy ritmust ad, ami az elmének egy kapaszkodót ad, és ahogy már említettem más kapcsán is, segít a meditatív állapot megteremtésében is. A következő rész, ami a táplálkozási kultúrához kapcsolódik, az az, hogy milyen tüzelőanyagot használunk, illetve a tüzelőanyag inkább úgy fogalmazok, hogy mivel főzünk, milyen anyagot használunk. És itt is bele lehet gondolni, hogy a mi háztartásunkban mi az, ami elérhető. Ugye a legalacsonyabb prána tartalmat
adó dologgal kezdeném, tehát azzal, ami a legkevesebb energiát juttatja el az ételbe, ez pedig a villannyal való főzés. Tehát, hogyha valakinek villanytűzhelye van, lehet, hogy ez nagyon-nagyon praktikus és könnyen tisztítható, de az biztos, hogy az étel számára a legkevesebb pránát fogja közvetíteni. Ezután jön a gázzal történő főzés, ez már egy kicsit jobb annál, majd következik a fával történő főzés, illetve a fa tüzelésű tűzhelyen történő főzés, és a legtöbb pránát, energiát, éltető energiát a főzés során a tehéntrágyával, tehát a legtermészetesebb anyaggal történő főzés adja meg számunkra. Következő olyan aspektus, ami a védikus hagyományok táplálkozás kultúrájával foglalkozik, és nekünk kissé kultúridegen, az a kézzel történő evés, mégpedig a jobb kézzel történő evés. Ez a nyugati társadalomban nem tűnik túlságosan higiénikusnak, sőt akár illetlennek és primitívnek is tűnhet. Persze ehhez hozzátartozik az is, hogy milyen kézzel eszünk, tehát hogy mondjuk a táplálék, az étkezés mielőtt leülünk mondjuk az asztalhoz, megmossuk-e a kezünket, veszünk-e annyi fáradtságot, hogy ezt az alapvető dolgot megtegyük. Indiában azonban az a mondás, visszatérve a kézzel evésre, hogyha kézzel eszel, nem csak a tested, de a szellemed is táplálod. És ennek az evési kultúrának, hagyománynak az egyik alapja a már említett mudra, vagy kéztartás hagyománya. Ilyen mudrákat vagy kéztartásokat egyébként a meditáció folyamán is használnak, illetve a védikus hagyomány kultúra többféle aspektusában, például a táncban is. Indiában egyébként a kezet tartják a legértékesebb cselekvő érzéknek, és az Ájurvéda szerint is a kezek és a lábak az öt elem csatornái, és minden új egy-egy elem kiterjedése. A hüvelykujjon keresztül érvényesül az éter, a mutatójon a levegő, a középső újon a tűz, a gyűrűsúlyon a víz, a kisúlyon pedig a föld. Így minden egyes új segíti az étel átalakítását, mielőtt a belső emésztő szervrendszerbe jut. Az újakkal történő evés stimulálja az öt elemet, és hívja Agnit, a tűz istenét, hogy előidézze az emésztő nedveket. Tehát ezzel is segít az emésztés folyamatát elindítani. És emellett a kézzel történő evés során az ember tudatosabb lesz az étel ízéről, állagáról és illatáról, és ez mind-mind fokozza az evésnek az örömét. És azt is egyébként meg tudjuk akadályozni ennek segítségével, hogy mondjuk túl forró ételt fogyasszunk el. A táplálkozási kultúrának az utolsó aspektusa az az idő. Hogyan is kapcsolódik ez a táplálkozáshoz? Azt hiszem, hogy abban is mindenki egyetért velem, hogy a minőségi idő nélkül nem tudunk minőséget elérni. A táplálkozási kultúrával ezt úgy tudjuk összefüggésbe hozni, hogy az evés befejeztével szánunk néhány percet arra, hogy az emésztés el tudjon valójában indulni. Eleve a táplálkozásra, az evésre és az ételre szánunk időt a mindennapjaink során. Erre majd a következő finom fizikai szintre elméreható tényezők között térek ki. A finom fizikai szintre vagy elméreható tényezők, tehát az elmekontrollt segítő tényezők közül az első a kötőerőknek az ismerete, vagy a minőségeknek az ismerete. A védikus hagyomány nem csak a táplálkozás vagy a mozgáskultúra kapcsán, hanem az élet minden egyes területén hangsúlyozza ezeknek a minőségeknek a jelenlétét. Ezek a minőségek, vagy ahogy már említettem, kötőerők, amelyet szanszkritul gúnának is nevezünk, a jóság minősége, a szatva, a szenvedély minősége, a rajasz, és a tudatlanság minősége, a tamasz. És ha a mindennapi életre gondolunk, csak nagyon hétköznapi dolgokra, akkor kérem, hogy a következő dolgokat képzeljék el. Ha színekről beszélünk, először gondoljunk egy piszkos szürke színre. Majd gondoljunk egy mély bordó, lüktető mély bordó színre. És végül képzeljük el a napsárga színt. A következő, amit
amit el tudunk képzelni, hogyha ez jobban esik, akkor le is lehet hozzáhunyni a szemed, de nem elvárás. Kérem, hogy képzeljék el a következő helyiségeket. Egy nagyon sötét és dohos pince. Egy pirosra és narancs színűre festett szoba villódzó fényekkel. És egy napsütötte tavaszi rét. És végül, miután kinyitottuk a szemünket, próbáljuk meg azt felidézni, hogy ezek a színek, illetve ezek a helységek milyen minőségeket idéztek fel bennünk. Nem árulok el valószínűleg nagy titkot, hogyha úgy haladtunk az elképzelés során, hogy először a tamasz, a tudatlanság minősége jelent meg, majd a szenvedély, a rajasz minősége, és végül a szatva, a jóság minősége. A táplálkozással ez úgy hozható összefüggésben, hogy érdemes a szatva guna, a jóság minőségében lévő táplálékot fogyasztanunk. Ez az, ami a test mellett az elme nyugalmát is létrehozza. A védikus hagyomány úgy tartja, hogy a szatva gúnában lévő minőségű ételek nem csak hogy táplálják a testet, hanem elégedettséggel töltik el az elmét is. Azt hiszem, hogy azt sem kell senkinek bemutatnom, hogy milyen az, amikor gyorsan, hirtelen elfogyasztunk valamit, aminek nagyon kevés a prána tartalma, nem a szatva gúnához tartozó étel, és rövid időn belül nagyon is nyugtalanak leszünk, újra éhesnek érezzük magunkat, és már is azon jár az eszünk, hogy valami mást is el kellene ennünk, mint amit az előbb fogyasztottunk. Kötőerők, minőségek tárgyalása az még majd a délután folyamán előfordul, úgyhogy dr. Aranyos Edit előadására szeretném majd önöket még invitálni, amelyen részletesebben fognak hallani a szatva, a rajasz és a tamasz minőségéről az étkezésben. Én áttérnék arra is, amelyet már dr. Tóth Soma László is említett az előadása során, mint a meditációt segítő tényező. A táplálkozás kultúrában ez a vegetáriánus táplálkozás, amely szoros összefüggésben áll az áhimszá elvével. Az áhimszá, amely a lehető legkisebb erőszaknak az elve, és segít kifejleszteni az Isten felé irányú természetes tiszteletet, és nem csak az Isten, hanem minden egyes élőlény felé kiterjedő természetes tiszteletet is. Ez tehát azt jelenti, az áhimszá elvének alkalmazása a mindennapjainkban, hogy tiszteletben tartva minden élőlényt, a lehető legkisebb erőszakkal élve próbálom meg a táplálkozásomat megoldani. A Bhagavad Gita szerint Isten így emlékezik meg a táplálkozás kultúráról, az étkezésről, mi az, amit ő elfogadhatónak tart. Ha valaki szeretettel és odaadással áldoz nekem egy levelet, egy virágot, egy gyümölcsöt vagy egy kevés vizet, én elfogadom azt. Így lehet visszacsatolni a táplálkozási kultúrában ahhoz az aspektushoz, amit az elején említettem, az Istennek felajánlott ételhez vagy praszádamhoz. Fontos része még az idő aspektusának, ugye az emésztés kapcsán említettük már, hogy az elmére ható tényezők között szerepel az is, hogy lassan és nyugodtan együnk. Tehát, hogyha nekiállunk enni, akkor vagy akár ételt készíteni, akkor próbáljuk meg félretenni a gondjainkat, és csak az ételre koncentráljunk, csendes helyen és a legnagyobb nyugalomban próbáljunk meg étkezni. Szálljunk időt az étel megrágására. Nem mondom el, hogy a védikus hagyomány hány rágást javasol. Minden esetre a nyelés, tehát az étel szájbavétele és a nyelés közt legalább 3-4-szer próbáljuk meg, és ennél sokkal többet javasol a védikus hagyomány. Fontos megemlíteni a tisztaságot, amelynek több részlete van a védikus táplálkozás hagyományban. Az egyik, amit már említettem a földönülés kapcsán, ugye a kézmosás, de ide tartozik az is, hogy a lábat és a szájat is megmossuk és öblítjük étkezés előtt, de nem csak akkor, hanem az étkezés után is. Az étkezés után azért öblítjük ki a szájat, hogy a maradékoktól ugye megszabaduljunk, és ezzel is segítsük egyébként az emésztésnek a folyamatát. Fontos említenünk a tisztaságot a konyhában. A tisztasággal kapcsolatban találtam egy nagyon jó definíciót, és engedjék meg, hogy ezt is megosszam önökkel. A tisztaság nem csupán egy, a dolgok aktuális fizikai állapotát leíró jelző, hanem minden létezőre vonatkozó, azok minőségét kategorizáló alapelv vagy dimenzió, amely szoros kapcsolatban áll a minden létezőt befolyásoló három kötőerővel.
A vallásos életben, a lelki életben, vagy a meditációra való törekvésben elengedhetetlen a jóság kötőreje, és így a tisztaság. Ha valami tiszta, a hindu hagyományban egyértelműen azt jelenti, hogy a dolgok létezésének és végzésének helyes módja. A tisztaság aspektusa még úgy is megnyilvánul a védikus táplálkozás hagyományban, hogy a szakács tudata tiszta. Ez pedig azt jelenti, hogy egyrészt nem kóstol bele az ételbe, tehát úgy készíti el, hogy egy meglévő recept alapján, egy működő recept alapján, hiszen hogyha belekóstol az ételbe, akkor utána nem tudja felajánlani Istennek, ő az, aki először ezt élvezi. A másik, a tisztaság a szakács tudatában az, hogy szeretettel van afelé, akinek az ételt készíti. Én azt gondolom, hogy az étel készítésben és az étel elfogadásában is, még a családi köteréken, baráti köteréken belül is, az első és legfontosabb, amit elfogadunk, az a szeretet. És hogy mennyire, ha belegondolunk, hogy mennyire meg tudunk hatódni, és mennyire fel tudunk töltődni attól, hogyha azt tapasztaljuk, hogy valaki szeretettel főz nekünk. Annak az ételnek egészen más íze van. Ami még ehhez a részhez tartozik, a tisztasághoz, ugye az a hely legyen tiszta, ahol az étkezés történik. A közös étkezés a védikus táplálkozás kultúra egy fontos része, de azt is szeretném megemlíteni, hogy ez a közös étkezés során javasolt könnyed témákról beszélgetni, vagy mondjuk az ételnek a dicsőítését próbáljuk meg, mennyire finom, milyen jó, milyen friss és finom alapanyagokból készült. Tehát lehetőleg se a tudatunkat, se pedig az emésztésünket ne terheljük olyan témákkal, ami összehúzza a gyomrunkat, megakadályozza az emésztés folyamatát, stb. És a táplálkozás kultúrának ebbe a közös evésbe tartozó része még az is, hogy az étel megosztása egymás között, tehát hogy nem erősítjük ezt az aspektust, hogy irigyek vagyunk, hogy a legfinomabb falatokat önmagunknak tartogatjuk, hanem mindenki mindig azonos minőségű táplálékot fogyaszt. A következő fontos pontunk a táplálkozási kultúrában az a mértékletesség. Remélem látható, hogy áthúztam ezt a dián, tehát amit a hölgy itt próbál együltő helyében elfogyasztani. Nem csak a tápláléknak a minőségéről van szó, amit fogyaszt, hanem a mennyiségéről is, és a táplálkozási kultúrában nagyon-nagyon fontos szerepet kap ez a mértékletesség. Ez olyan módon is megjelenik, hogy a nasolást nem, tehát ezt a csipegetést nem javasolja a védikus táplálkozás kultúra, mert egyrészt békétlenné teszi az elmét, folyamatosan az érzékeket izgatja, illetve a rendszertelen evés a rendszertelen elméhez és a rendszertelen emésztéshez vezet. És ehhez a diához kapcsolódóan szeretném még a mértékletesség mellett elmondani a takarékosságnak az elvét is, ami csak annyiban más itt, hogy azokat az ételeket vagy alapanyagokat, amelyeket nem használunk fel, és mondjuk ami azzal, ami mondjuk rövid időn belül megromolhat, de biztos, hogy nem fogjuk felhasználni, akkor azt ajánljuk fel másnak, vagy pedig adjuk oda az állatoknak. Tehát ne dobjuk ki az ételeket, sem az elkészült ételeket, sem pedig az alapanyagokat. Az utolsó táplálkozási kultúrához tartozó rész pedig a böjt. Nem véletlenül szerepel ezen a tányéron egy szentírás kinyitva, késsel és villával. Nem az a feladat, hogy így elfogyasszuk ezt a könyvet, hanem azt szeretné bemutatni ez a dia, hogy a böjt alatt a fókuszunk a testről, az elmén keresztül a lélek felé irányul. Tehát ilyenkor nem a testünket tápláljuk, hanem az elménket, és megpróbálunk haladni az önmagunk felé vezető úton. A böjt tehát nem csak az emésztés egész aspektusát könnyíti meg, hanem segít egy fókuszt adni az elmének a lemondáson keresztül, és segít minket közelebb kerülni saját magunkhoz, önvalunkhoz. Az előadásomat azzal a konklúzióval szeretném zárni, hogy a szabályozás, amely ugye a mozgáskultúrában és a táplálkozás kultúrában is megvalósul, megfelelő út a szatvagunához, a jóság minőségéhez, ami elengedhetetlen alap a transzcendens felé forduláshoz. Manapság az embereknek nagy szükségük van az elme nyugalmára és kontrolljára, ami a tudatállapot változását és így jellemfejlődést is előidéz. A meditáció segítségével induljunk el tehát az önmagunk felé vezető úton, és teljesítsük ki szeretetteljes kapcsolatunkat az abszolúttal, Istennel. Kalandra fel! Köszönöm a figyelmüket!